Sziasztok! Ahoj, Zola vagyok. Hajnosan egy kedves cseh prágai barátom, aki nem más, mint József. Ahoj, József! Hát ő is egyetemista, akár csak ti. Az elmúlt éveket pedig jól átbuliszta. Ennek következtében minden pénze elfogyott. Nincs tovább, Nuková, Zola. Ezért mi arra gondoltunk, hogy kollektív módon pár száz egyetemistával, főleg lányokkal kilátogatnánk Prágába, az ő szülővárosába, hogy együtt bulizhassunk Józseffel. József? Anó, József? Pivo. Pivo? Napközben persze József segítségével megnézzük a város legszebb részeit, művelődünk, kulturálódunk, este persze ellátogatunk a legjobb szórakozóhelyekre, valamint a legdrágább kocsmákba. Nyie! Mi baj? Pivo Buffet! Nem legdrágább, hanem a legolcsóbb és a leghíresebb kocsmákba. Bocsi. Pivo! Egyébként pedig josef.hu weboldalon minden információ fent van, József pedig egy kész menetrenddel fog majd készülni minden egyetemista számára, főleg a hölgyek számára, ha jól tudom. Anó! És miért jó mindez a lányoknak? Nos, Prága a világ egyik legszebb városa. A vár, a piros tetős házak, a szépen kanyargó Moldva folyó, csupa romantika. Itt szinte minden lány megkaphatja azt, amit igazán vágyik. És persze, Józsefet. Töménytelen bulit. És ahogy mondottam volt, romantikát. Romantikát. És hogy miért jön mindez nekünk, srácoknak? Hát, nem a romantika miatt. Egyértelmű, a sör. Őrült nagy bulit. A sör. Gyönyörű prágai lányok. A sör. Felületeges éjszakán. A sör. Professzionális alkoholista idegen vezető, a legjobb és a legolcsóbb kocsmákban. Ja, és a sör. Prága, olcsó sör, jó csajok, jó környezet, mi kell még? Józsefová.hu